Kultúrösvény mai adásában elsőként a Benei Dombokra indulunk a Beregszászi Főiskola diákjaival egy nagyszabású szünetre. Majd részt veszünk a Borzsavári Népi Együttes 10. évfordulójára rendezett előadáson. Ezt követően Pályi János, magyarországi bábművész, kárpátaljai előadásain szurkolhatunk a vásárokból jól ismert piros sipkás Vitéz Lászlónak. Innen Técsőre utazunk, ahol a kárpátaljai magyar közösség legnagyobb útra visszatekintő rendezvényének jubileumi ünnepségét rendezték meg, az idén 30 éves aranyősz kórus találkozót. Majd Beregszászba látogatunk a Márton nap alkalmából rendezett hagyományőrző újbor fesztiválra és libatorra. Tartsanak velünk! Megállj, te csoda szép, de majd eszedbe jutok én. Régi hagyomány Kárpátalján, hogy a borvidék jövője lakossága számára oly fontos szüret kezdetét ünnepélyesen közhírré tették. Ebből az alkalomból szőlőveszővel feldíszített szekereken fiatalok énekszóval bekocsikázták a települést. Így vette kezdetét a szüret a Beregszászi Rákóczi Főiskola diákjai számára is, a város közelében fekvő benei dűlőkön. Biztos, ami biztos, a főiskola vezetése népzenészeket is meghívott annak érdekében, hogy a diákokat minél jobb kedvre derítse a betakarítás előtt. A kukasbanda nem csak játsza, hanem gyűjti is a szürettel kapcsolatos, nagyanyáinktól ránk maradt magyar népdalokat. A munka után összegyűltek az emberek, és akkor közösen énekeltek, szájról szájra adták át a rokonság egyik a másiknak a tanult népdalokat, nótákat, és ezeket mi is éltetjük itt Kárpátalján, mert ugye nálunk is mai napig élnek a szüreti szokások, csőszekerekkel járnak a fiatalok a bálokba hívogatni, és ugye ott felcsendülnek ezek az ismert, és már utána kutattunk olyan szüreti népdalok után is, ami nem elterjedt az egész Kárpátalja magyarság körében, hanem nagyon jellegzetesek, és ezeket igyekszünk egy kicsit életre keltetni, éltetni, és továbbadni a mostani nemzedéknek. Nagyon sokan vagyunk itt, szép ez a szőlő, ami mutatja azt, hogy mi kárpátai magyarok vagyunk. Ha a diákok nem is perdültek táncra, az érdeklődésüket a hagyományőrző szüret iránt jelzi, hogy közel 800-an eljöttek, pedig senki sem kényszerítette őket. Kárpátalja mindig is borvidék volt, különösen igaz ez Beregszászra, és egy nagyszerű hagyomány az, hogy itt a magyar főiskola diákjai részt vesznek a helyi gazdaság szüretében. És azt hiszem, ez a nemes hagyomány fontos, hiszen itt két dolog is megmutatkozik, hogy még mindig van sok értelmes diák Kárpátán, és még mindig van szőlő, és ezek a dolgok bővülnek. Reméljük azt, hogy mindenki jó élményekkel fog távozni a jelenlegi születről, és lesz jövőre jó bor is. Mielőtt neki lendült volna a szüretelősereg, még egy kis múlt század elejei történelmi visszatekintés következett Pálóczi Horváth Lajos Álompákát című kötetéből. A könyvben tudjuk, hogy Beregszász porogjász néven szerepel, és pont ezeken a szőlődombokról ír, milyen volt a hangulat, hogy minden dülőnél szólt a cigányzene, a muzsika, kínálták a szedőket, pálinkával is, tavalyi borral is, és vidám volt a hangulat, csak akinek nem volt szőlője, az is igyekezett itt lenni, ki bérért, ki barátságból segíteni, hogy jó időben és a legjobb pontba kerüljön be a szőlő a hordóba, vagyis a borleve, hiszen amikor magas a cukortartalma, akkor kell szedni, ez pedig mindig változik az időjárástól. Na, ezt a hangulatot megidézzük. Ez már az első pillanatokban sikerült. A diákok nagy vehemenciával vágtak neki a soroknak. Gyűlt is a szőlő a vödrökbe. Az alkalmazott matematikusok teljes létszámban szorgoskodtak a sorok között. Örömmel jöttek. Vannak, akik egész közel laknak itt ehhez a szőlőhegyhez, és kerékpárral, motorkerékpárral jöttek, és hát mikrobuszokkal. Mindenki örült. Hát részben talán azért is, mert elmarad esetleg egy-két óra, de azt hiszem, hogy a lényeg inkább az, hogy együtt csinálnak valamit, és úgy is lett megszervez a napi program, hogy csoportok nagyjából azért együtt szednek egy-egy sort, solóban közben figyeljük őket, tanárok, hogy megvan-e az a, teljesül az a cél, ami miatt ezt meghirdettük, hogy csapatépítés,
is legyen, összeszokjanak, meg együtt kipróbálnak egy munkát, és ez úgy néz ki, hogy működik. Az angolosoknál is. Itt a lányok születeltek serélyen. Igaz, hogy a fiúk főleg a televödröket hordták ki a sorok közül. Szerintem nagyon jó, hogy mindig együtt vagyunk, és így gyorsabban megy a szüret. Egymásnak segítünk, és mindenki csinálja, és így gyorsan megvan. Először nem tudtuk, hogy milyen lesz, de most, hogy így együtt vagyunk, teljesen jó. A történészek bizonyultak a legjobb szüretelőknek. Ők betartották a tulajdonos kérését, mégpedig azt, hogy szőlőszedés közben minél többet énekeljenek. Így amellett, hogy több szőlő került a vödrökbe, több maradt a termésből is. Most a hangulat az fenomenális, ezt lehet észrevenni a mögöttem lévő társaságon is, ugye mindenki dudolászva, énekelve megy végig a sorokon, végzi a munkáját. Nagyon jó ötletet tartom ezt az egészet, hiszen csapatépítő jellege van. Ugye kijönnek a felsősök, kijönnek az elsősök, itt beszélgetve a közös munkával, ismerkednek, illetve jó kapcsolatokat alakítanak ki. Az sem mellékes, hogy a borászcég felajánlotta a főiskolának. Ha leszüreteli egy 5 hektáros területről a szőlőt, akkor abból elkészíti a főiskola borát. A palackokból pedig nem csak az intézmény, hanem az összes szüretelő is részesül majd. A főiskola bora az összetartozás élményét fogja erősíteni, és mi ezért most itt két kezünkkel teszünk, és jó hangulatban telik ez az egész. Talán tudatalatt is erőt adott a diákoknak, hogy látták, hatalmas üsben fő számukra a krumplis hús, vagy inkább a húsos krumpli. Egy tál ételt készítettünk, jó sok hús van benne, meg jó sok krumpli, hogy a kettő kiegészítse egymást, aztán reméljük, hogy ebből mindenki jól lakik. 100 kiló hús, és 8 szitka krumpli, 20 kiló hagyma, 15 kiló paprika van benne. A második közösségépítő és hagyományőrző szület ismét jól sikerült. Ezt a főiskola, valamint a szőlészet és borászat tulajdonosa is elismerte. Kétfajta szőlőt születettünk, ez a Merlot és a Cabernet. Fontosság az volt, hogy elérjünk a 12 tonnát egyik és másik fajtából, mivel hogy a szőlőpréseink, melyben ezek a szőlők lesznek majd tovább kezelések és egyesztés elé előkészítve. A befogadó képesség az 12 tonna, így tudjuk garantálni, hogy az a szőlő mennyiség és az a szőlő, ami ma le volt szüretelve, ez a főiskola bora lesz ebbe az évbe is. A kitűzött célt a sok szorgos kéznek sikerült elérni. Ráadásul a borászok szerint a szőlő minősége az idén igen jónak mondható. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a palackokba a kárpátaljai történelmi borvidék és egyben a magyar főiskola hírnevét öregbítő nedű kerüljön. A Borzsavári Népi Együttes 10. évfordulójára rendeztek jubileumi előadást Mezőváriban. Nem sokára ide látogatunk. A Maradok című előadással ünnepelte meg alakulásának 10. évfordulóját a Mezővári Borzsavári Népi Zenekar, amely a magyar kultúrát népszerűsíti mind itthon, mind határon túl. A rendezvényre a nemrég kialakított Egy ház a nemzetért épületében került sor. Úgy gondolom, hogy az eltelt 10 év alatt sok mindent sikerült elérni. Fellépéseik által az egész magyar kultúrát népesítették, nem csak itt a Beregvidéken, hanem határon túl is. Nagyon örülök ennek. Falunkban igenis van élet. Az ünnepi koncert előtt egy rendkívüli kiállítást nyitottak meg. Mezővári első ízben mutatta be helyi népművészeti értékeit. A grafikákat, festményeket, valamint gyöngyhímzést bemutató tárlat alkotói, valamennyien helyi lakosok, amatőr művészek. A magyar népdal megőrzése és népszerűsítése mellett a Kovács házas pár a helyi református gyülekezet életében is aktív szerepet vállal. Azon túl, hogy a népzenével, tánccal és a hagyományokkal törődnek, elsősorban ők a református egyházközség kántor hitoktató házas párja, akik hál' Istennek itt élnek a településen, és ez a kettős küldetés, amit ők kaptak a mindenható Istentől, ez teszi őket igazán sikeressé. Örül és riad a madár, a semmi nagyobb súlya ül a vállunk, a minden öröme is akkor hallgat.
Az együttes repertoárjában megtalálható az egyházi zene, a vers, a népdal, ezek pedig kölcsönösen kiegészítik egymást. Mikor szemet és szíved gyönyörködtető valaki, valami, akkor azt mondjuk, hogy ezt megérte. Én úgy gondolom, hogy ez a titka annak, hogy összefonódik, ugyanarról szól, és mindennek van helye. Nyilván a templomban nem táncoljuk el a dolgokat, de az ének az megáll, a zsoltárok megállnak, a népdal zsoltárok ott vannak, és szívünkhöz szólnak. És látom az emberek szemébe, hogy megjelenik egy csillag, akkor ennek volt értelme. Az évfordulók, jubileumok mindig visszatekintésre, értékelésre adnak alkalmat, és egyben lehetőséget is a jövő tervezésére. Ilyenkor, amikor visszanéz az ember, akkor boldog. Én azt mondom, én úgy gondolom, hogy egy zenésznek, egy művész embernek minimum 10 évre kell tervezni. Mert a gyümölcs az beért. És én sokkal boldogabb vagyok, mint egy zenekarvezető, mert az én zenészeim, ők a gyermekeim. Nagyon-nagyon-nagyon tartalmas volt ez a 10 év, én úgy gondolom. Vannak benne új lehetőségek. Van terv, mert azt is látjuk, hogy hogyan tovább most már. Nem fogjuk munkának megélni, mert ez nekünk nem a munkánk, ez nekünk az elhivatásunk. Most így néztem a képeket, és visszapörgettem az időt, hogy mennyi kegyelem kellett ehhez. Mennyi felülről jövő erő, útmutatás, mert nagyon sokszor nehéz. Nem ugyanaz, mint mondjuk más gyerek élete. Viszont mikor azt látom, hogy ott vannak, alkotnak, kibontakoznak, felszabadulnak a szemekbe, az a testvéri szeretet ragyog, amiről egy anya álmodik. Úgyhogy ez a 10 év azért harcok, nehézségek árán, de annál több öröm és annál több visszaigazolás. És azt látom, hogy az Úristen a munkát áldja meg. Ülhetnénk otthon is. A jubileumi előadás nem véletlenül kapta a Maradok címet. Ez mint egy üzenet is a kárpátaljai magyaroknak. Okkal születtünk Kárpátaljára, vagy Kárpát-medence bármely területére, és innentől kezdve felelősségünk az, hogy azt a küldetést betöltsük, amit az Isten elrendelt számunkra. Ezért maradok. A Kovács család, borsavárjék itt Kárpátalján tervezik a jövőt. Hiszik és vallják, hogy itt a szülőföldön kell boldogulni, megmaradni a magyar kultúra terjesztőjének, őrzőjének. Hamarosan Pályi János bábművész kárpátaljai előadás körútján a Vitéz Lászlóról szóló előadást tekintjük meg. Ádám, most egy különleges varázstudományáról tesz adóbizonságot. Fölébreszti Vitéz László. Háromszor ide koppintasz erre a fára, és azt szokott mondani, hogy... László, Vitéz László. Most kérek elnézést. Kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban mutatta be Pályi János, magyarországi bábművész, a Vitéz László és az Elátkozott Malom című báb előadást. A Beregszászi Színház helyi szervezésében megvalósuló bábkörút során a művész eljutott Kárpátalja több tanintézményébe. A 8 előadáson, melyet Beregszászban, Kaszonyban, Tiszakeresztúron, valamint Tiszaújlakon tekinthettek meg, több mint 600 gyerek szurkolhatott lelkesen a vásári bábjátékok piros sipkás vidám fickójának, aki legendás palacsinta sütőjével elagyabugyálta a gonoszokat. Ez igaz, én jelentkeztem és kopogtam be a Beregszászi Színháznak az ajtaján, hogy esetleg lehetne itt játszani, és innen a segítségével sikerült is megszervezni ezt a 8 előadásban álló 4 napos turnét itt Kárpátalján. Hall az ember híreket, szeretne segíteni, mint a bábjáték korsvint és a bábszínházért a tevő és az fontosnak tartó embernek, azért a színház felé is, a színházi kultúra felé is nyitni kell, és a színházi látásmódját sok élményt, előadás határozza meg, alakítja ki,
ilyen a Vinyánszky Attila féle színház is. Úgyhogy az ő második Stalker Fesztiválján jártam itt 7-8 évvel ezelőtt, és sok előadást láttam a Beregszászi Színháztól, ami fontos volt nekem, úgyhogy ez a két ok, és hát jó volt ez a hét. 30 éve játszom már ezt a figurát. Van egy Kemény Henrik nevű nagybáb játékosunk, illetve hát már volt, elment már közülünk, de hát itt van a játékkultúra, amit ő átörökített. Ez egy több száz éves európai és magyar vásári báb hagyomány. Mint színész, bábszínésznek nagyon fontos dolognak tartom, ha képzésben gondolkodom, hogy a vásári bábjátékot kipróbálja egy vásári bábjátékos, és ez képzésnek is nagyon jó, hiszen 8-10 karaktert egy bábjátékos jelenít meg, ennek a ritmusait kialakítva, karaktereket megformálva, közönséggel élő eleven kapcsolatot tartva, megtanulja a bábszínész alapjait. Az előadásokat interaktív játékokkal vezette fel a bábjátékos, sőt, azt is megtanulhatták a gyerekek, mi kell ahhoz, hogy egyáltalán báb előadás szülessen. Az alkalmak zárásaként a kíváncsi kisiskolások a paraván mögé is beleshettek. Szeretnétek egy kis bátorságot ti is? Igen. Jó. Pályi János több mint 25 éve eleveníti meg Vitéz László figuráját. Az előadásban nyújtott alakításáért számos nemzetközi és hazai fesztiválon nyert el a legjobb bábjátékos díját. A kárpátaljai gyerekek számára fontosak az ilyen alkalmak, hiszen ritkán jutnak el magyar nyelvű báb előadásra. Nagyon tetszett, nagyon vicces volt, és tanulságos is. Miben volt tanulságos? Hát abban volt tanulságos szerintem, hogy legyünk bátrak, és mindig legyünk magabiztosak. Vitéz Lászlónak szurkoltam. Azért, mert nagyon bátor volt, hogy szembeszállt a szellemekkel, meg az ördögekkel. Nem fáj, kemény kovak, ez folytás! A Beregszászi Színház tervei között szerepel, hogy a jövőben hasonló bábturnék mellé áll, és magyarországi előadók közreműködésével a bábjáték gyakorlati felhasználását bemutató képzést szerveznek a kárpátaljai magyar óvónők, tanárok, művelődés szervezők számára. Técsőn rendezték meg a kárpátaljai magyar közösség legnagyobb múltra visszatekintő rendezvényét, az Aranyőz kórus találkozót. Ide látogatunk nem sokára. Magyar ruhát, magyar ruhát, csináltasson nékünk. A kárpátaljai magyar közösség legnagyobb múltra visszatekintő rendezvényének jubileumi ünnepségét rendezték meg Técsőn. A 30 éves Aranyősz kórus találkozó a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség legelső rendezvénye, mely egyidős a szervezettel. Az elmúlt 30 évben a rendezvény sok nehézséget megélt, azonban ennek ellenére töretlen odaadással szervezték meg évről évre a találkozót, mondta Brenzovics László, a KMKS elnöke. 1989-ben született meg a gondolat, hogy kell egy olyan kulturális rendezvény összefogná a Felső-Visszavidék Váravarosnak a magyarságát, hogy akkor meg lehetne hívni Magyarország és más vendégeket is. 89-től folyamatosan minden évben minden nehézség, árvíz, forradalom, anyagi nehézségek ellenére megrendezték ezt a rendezvényt, és azt hiszem, hogy 30 év alatt a színvonal jelentős mértékben javult, láttuk azt, hogy itt is azért mind a énekkultúra, mind a tánckultúra jelentős mértékben fejlődött. És én remélem azt, hogy nagyon sok évtizedeken keresztül ez a rendezvény fontos pontja lesz a államosi magyarság és az összmagyarság életében. Kórus találkozóval a szervezőknek az volt a céljuk, hogy a rendezvény a Felső-Tisza-vidéki szorványmagyarság egyik legfontosabb eseménye legyen, hiszen nincs olyan közösség, ahol ne lenne hagyománya az éneklésnek.
Sari József, az Aranyősz Kórus Találkozó alapítója szerint az elmúlt 30 évet sikertörténetnek lehet nevezni. A 30 év lényeg az, hogy egy olyan közösségi rendezvényt kellett létrehoznunk, ami a közösséget teremtett és közösséget igyekezett megtartani. Ennek az egyik lehetősége volt az Aranyősz Kórus Találkozó. Ezt már elmondtam eddig is, hogy ez valahol 89-ben kezdődött, Fóris László kerekasztalánál, ahol sok mindent megbeszéltünk, és sok mindenben egyetértettünk, többek között abba, hogy olyan rendezvényre van szükségünk, ami ezt a közösségépítési munkát tudja támogatni. Így került sor a Kórus Találkozóra. Ezt követően ez a rendezvény kinőtte magát, nagyon sokan voltak nálunk, nagyon sokan léptek fel Magyarországról, Kárpátaljáról, és a Felső-Tiszeréken is elindult a folyamat. Bár a találkozóban már nem csak kórusok, hanem néptáncegyüttesek is részt vesznek, szerencsére vannak olyan fellépők, akik 1989 óta minden évben jelen vannak a rendezvényen, mint például Ótus Lászlóné, aki a Técsői Népdal Egylet tagja. 1989 óta járunk az énekkarba, és azóta állandóan van ez az Aranyősz, és mindig szerepeltünk. Sokat jártunk Magyarországra is, és nagyon jól érezzük magunkat, örülünk, hogy itt lehetünk, és még adja a Jóisten, hogy sokáig tudjunk énekelni. Az idén 30 éves kórus találkozó a kárpátaljai magyarság kiemelkedő eseménye, hiszen nem csak kultúránk, múltunk, de élni akarásunk, töretlen elköteleződésünk méltó bizonyossága is. Hagyományőrző újborfesztivált és libatort szerveztek Beregszászban Szent Márton napja alkalmából. Hamarosan ide látogatunk. Márton nap az újbor bírája, tartja a népi bölcsesség. Aki ezen a napon nem kóstolja meg az újbort, egész évben szomjas lesz. Aki pedig nem eszik libahúst, egész évben éhezni fog. Ezeket a hagyományokat elevenítették fel Beregszászon a Szent Vencel borrend tagjai a Mártonnapi Libator és Újbor Fesztiválon. A korábbi évek szokásaihoz híven idén is a borrend lovagjainak ünnepélyes felvonulásával vette kezdetét a népünnepély. A város polgármestere szerint a településen ez az egyik legnagyobb volumenű hagyományőrző fesztivál. Minden közösségnek megvannak a saját ünnepei, vannak tradicionálisak és vannak kreáltak, mesterségesek. A Szent Vencel borrend létrejötte óta folyamatosan gasztrokulturális bumokat tervez Beregszászban, én ennek nagyon örülök. Én úgy gondolom, hogy az a város, amely turisztikai jövőt képzel magának, mindenképpen figyelembe kell, hogy vegye azokat a tételeket, ami a közösséget vidámabbá és szervezettébbé tudja tenni. Úgy gondolom, hogy ez az ötödik új borfesztivál, ez nagyon jó ok arra, hogy eleve megmondjunk egy bizonyos mércét is, hogy hányadán állunk a dologgal. Én nagyon örülök, hogy nagyon sokan eljöttek a mai rendezvényre, és biztos vagyok benne, hogy ilyen fesztiválokra szükség van. Isten különleges jóságának, szeretetének és gondoskodásának a jele. Éppen ezért a keresztény ember, amikor ezeket elfogyasztja, akkor Isten iránti hálával teszi ezt. A legtöbb érdeklődő szombaton a rendezvény másnapján látogatott ki a Kossuth térre, ahol a történelmi egyházak képviselői megáldották az újbort, majd a szakmai zsűri megnevezte a versenyre benevezett legsikeresebb fehér és vörös borokat. Egy előadás keretében felelevenítették Szent Márton legendáját, majd a népi együttesek és zenekarok koncertprogramja szórakoztatta a vendégeket. Nagy Csabású sereg szemléje ez a kulturális együtteseknek, a hagyományőrző csoportoknak, úgy a járás, Beregszász járás, mint a város kollektívái fellépnek, és most már rang részt venni az Újbor Fesztiválunkon és Libatorunkon, a
a gasztronómiai sátraknál hatalmas kínálat, és nagyon kreatívan készültek. Mondtuk, hogy a gasztronómiával csak azok jöhetnek, akik libás ételeket fölvesznek az étlapra, és ezt komolyan vették. A háromnapos fesztiválon legalább egy tucat étterem mutatta be termékeit, amelyek mindegyikénél nagy hangsúlyt fektettek a liba húsból készült ételekre. A pecsenye mellé pedig a borászok kínálták az étkekhez illő nedűket. Igaz, hogy egy fehér bor, de annyira tüzes és új 2019-es évjárat leányka, amit szívesen ajánlanék, mert savakba, zamatokba gazdag, tüzes, élénk, finom újból. Menő hozzá a rozé is. A rozé is és a könnyedebb játékos, gyümölcsös, vörös bor. Varga András, Benei borász. A fehér borok kategóriájának aranyérmese a Varga pincészet Szent Márton bora lett, de ők nyerték el a vörös borok kategóriájának harmadik helyezését is. Már ezelőtt 3 héttel is éreztük azt, hogy ez egy nagyon jó sikerült ételünk lesz. Nagyon szépen ment le az erjedés, nagyon szépen végbe ment, nagyon jó savakkal tudtuk, és azért éreztem, hogy ebből a borból valószínűleg jól fogunk tudni szerepelni, és úgy érzem, hogy ez nem csak új borként fog jó szerepelni ez a bor, hanem majd, ha márciusban lesz megmérettetés, ugye itt Beregszászban, vagy más borversenyekre is szoktam menni, akár Magyarországra, vagy akár itt, szerintem ott is fogunk tudni vele jó szerepelni. Mindenképpen nagyon örülök neki, hogy jó szerepeltünk, és azért ez mindig egy pozitív visszacsatolás. A finom borok és sültek mellett a sajtféleségek, füstölt halak, méz és sok más finomság is a vásárba csábította a városlakóit és a turistákat, színes forgataggá varázsolva a Mártonnapi Fesztivált.